A vándorkiállításon látható festmények többsége belgrádi, dubrovniki és párizsi utcákat, épületeket ábrázol. Néhány alkotáson az utcarészletek és épületek mellett olyan témák is helyet kaptak, amelyek pillanatképeket örökítenek meg. A városhoz tartoznak piszkos részletek is, csatornák, aluljárók és így tovább, de szép motívumok is, mint például Notre Dame, a folyópart és így tovább. A másik csoportot egy különálló kis helyiségben lehet megtekinteni, itt az utcaképeket láthatjuk, vagy pedig egy-egy épületet az utcán belül. Az alkotások 1908 és 1980 között készültek, és több képzőművészeti stílust képviselnek. Megjelenik itt a szecesszió, a szimbolizmus, az impressionizmus hatása, de ugyanakkor megjelenik az expressionizmus hatása, a modern 20. századi stílusok közül például a konstruktivizmus, vagy a szociális művészet. A belgrádi Kortárs Művészeti Múzeum épülete felújítás alatt áll, ezért mutatják be vándorkiállítás formájában saját gyűjteményeiket. A szabadkai tárlat április 20-áig tart nyitva a Városi Múzeumban.